Közösen alkottak 4 napon át a Székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Líceum tanulói Ivóban. Az itt készült festményekből, szobrokból ősszel kiállítás is nyílik majd. A tanévzáró alkotótáborban, amellett, hogy igazi közösséggé kovácsolódott 3 évfolyam, a csodás környezet, illetve a közös alkotás folyamata is inspirálta a leendő képzőművészeket, de természetesen kirándulásra, kikapcsolódásra is adódott alkalom. Közös alkotás a természet lágyölén. Talán így lehetne a legtömörebben összefoglalni a Székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Liceum 9-10-11-es festő és szobrász szakos hallgatóinak évzáró alkotótáborát. Szándékosan nem hoztunk ki faragnivaló anyagot, nem faragunk, nem mintázunk, hanem adott a természet, és mindenki kiválasztott magának egy helyszínt, és ami a helyszínen belül inspirálja, azzal kezdenek valamit. Tehát egy kicsit a adottak az anyagok, kövek, faágak, és ezekből kell készítsenek egy alkotást. A környezet felkutatása, megismerése, valamint a kísérő pedagógusok gyors eligazításai után kezdetét veszi az önfelett alkotás a Madarasi Hargita lábánál fekvő festői szépségű ivóban. A leendő szobrászok úgynevezett land art alkotásokat készítenek, ami ugyan egyfajta művészeti beavatkozás a természetbe, ám nem sebeket ejt a tájon, hanem harmóniára törekszik a környezettel. A land artra annyit kell tudni, hogy az helybe készül, ott is marad, készül róla fotodokumentáció, és ott marad a természetbe, addig, ameddig, attól függ, hogy milyen anyagból készült, valamelyik több ideig tart, valamelyik kevésbé. Tehát kevesebb ideig, és akkor úgy felszívódik, vagy a természet visszaveszi a saját területét, amiben az ember beavatkozott. Ez a fa például 8 középiskolás közös munkája révén kötelék címen művészeti alkotásként születik újjá. Egymás ötleteit csiszolgatjuk, és igazából nem egy dologból kiindulunk, és egymást biztatjuk arra, hogy ne ragadjunk le egy pontnál, úgyhogy kibontakozunk. Amit a évközben megtanultunk az iskolában, az kicsit nagyobb volumenű dolgokba meg tudjuk nyilvánultatni. Tehát erről szól szerintem. Plusz persze a társaság szinten összerázódunk kicsit az egész iskola. Míg a szobrászok a különféle land art alkotásokon szorgalmaskodtak, a leendő festőművészek a környezet szépségét, törékenységét, illetve az emberi beavatkozások káros vagy éppen hasznos hatásait festették meg. Moly lepkét szeretnék majd ábrázolni, amit körbevesznek majd az utcalámpák, és mégis a háttérben megbújik a hold, de mégiscsak a mesterséges fény felé tart, és ezáltal is azt szeretném hangoztatni, vagy hát kifejezni ezzel, hogy mennyire megváltozott akár társadalmilag is ez az egész felfogás, hogy eltávolodott az ember a természettől. És hogyha már azon is lehet morfondírozni, hogy már az ember is egy intervenció a tájban. A 4 napos tábor csúcspontjának az úgynevezett action painting, vagyis az akciófestés ígérkezett. Ez egy ilyen improvizáció, ami azt jelenti, hogy helyben találod ki az egészet, jó? Zene hatására is, meg mit tudom, a környezet hatására is, és azt szépen felvázolod. Az alkotótábor során azonban természetesen nem csupán alkotásra, tanulásra, de ismerkedésre, szórakozásra és kikapcsolódásra is nyílt alkalom. A land art alkotások természetesen a természet lágyölén maradnak, a több tucatnyi mozdítható műből azonban hamarosan kiállítás nyílik majd a Székelyudvarhelyi Művelődési Házban.